Mintegy 40 hektárnyi ipari területen csak nem 500 millió forintos ráfordítással logisztikai központot alakítanak ki az egykori brikettgyári kiszolgáló területén, és bővítik az ipari park infrastruktúráját Nagymányokon. Adtuk hírül augusztus végén. Azóta pecsét került a fejlesztési elképzelésekre. A közel 400 millió forintos projekt jelenleg a közbeszerzési szakaszban van, várhatóan 2 esztendő múlva kezdheti meg a működést. Ez az üzemcsarnok a napokban készült el. Ezzel együtt ma már 13 cég működik a parkban, és már csak 2 szabad helyen adó, mondta Kard Béla polgármester. Következő lépésben az ipari park kiszolgáló infrastruktúrája épülhet meg 80 millió forint értékben, melyre a fedezet már az önkormányzat rendelkezésére áll. El kell készülni egy kerékpárútjárda szakasznak, csatornahálózatot teljesen be kell fejeznünk, a kiépítetlen területeken kiépíteni. Bízom benne, hogy ez már bukszában van ez a pénz, magyarul. Tehát itt a tervezés, befejezés, de azon kezdjük a beruházást, és remélem, hogy jövő nyárra ezekkel a beruházásokkal itt kész leszünk. Az ipari parkba vezető út jelen pillanatban csak a park területén fut. A tervek szerint tovább épül, és a Kismányoki úttal kapcsolódik majd össze, ezzel lehetővé téve a Nagymányoki belső forgalom átalakítását. A teherforgalom az innen Bonyhád felől jön, és itt fog bejönni ezen az úton, tehát teljesen tehermentesül a lakott terület, a városközpont. Illetve sokkal komfortosabb lesz, mert járda lesz, kerékpárút lesz, közvilágítás végig megépül. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel a 2 beruházással szép lassan befejeződik ez a program. Jelenleg közel 500 ember dolgozik a park cégeiben. Ha a beruházás és a rakodó is megépül, közel 1000-1200 embernek tud majd megélhetést, és a tervek szerint lakhelyet is biztosítani Nagymányok.